igazi kommunista rohammunkával építették újjá az ostrom alatt súlyosan megsérült Royal Apollót. A megnyitő díszelőadásra a demokratikus Magyarország előkelőségei egymás után érkeztek. Élükön Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt vezére. Amikor 1945-ben feltűnt XY-nak a neve, hogy ez az lett, mindenki csodálkozott a régi bajtársai közül. Hát hogyan Isten csodálma, miért? Hát hogy? Fogalmunk nem volt arra, hogy ezt követően, tehát hogy a honvédségből kiléptek, milyen tevékenységet folytatnak. Nem. Így például okáért, hogy a Báthy őszre esett, már szervezett tagja egy baloldali pártnak, azt én, mint szánsegéd nem tudtam, aki nem minden keresztül mentem, mert minden keresztül futott. Sólyom László a felszabadulás után, ellentétben Párfival, maradt a Kisgazdapárt tagja, bejárt a Kisgazdapárt központjában, nagyon gyakran, népszerű volt, és emlékszem, hogy Csornoki Viktor nekem nagy örömmel jelentette, hogy mi fogjuk adni a főkapitányt, a budapesti főkapitányt, a Sólyom Lacit ismered, az ő személyében a koalíciós partnerek már elfogadták. Minden nap elment reggel és visszajött este, és akkor egyszer csak jött a Kádárral. Mondta, hogy hát Kádár az ő helyettese, hát hogy őt kinevezték Budapest főkapitányává. Kádárral mindjárt azt beszélték meg, hogy ki kell ragasztani plakátokat. És hát ebbe a tájba elmentek nyomdát keresni, és hát hogy meg fölállítják a főkapitányságot, ugye a takarékpénztárnak a épületében. Sólyom egyébként dicsérte Kádárt, hogy egy értelmes ember, és egy jó munkatárst kapott benne. Én, Sólyom László, budapesti rendőrfőkapitány fogadom, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához, az ideiglenes nemzetgyűlés által választott nemzeti kormányhoz hű leszek, Magyarország törvényeit, törvényes szokásait megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm, és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesítem. Ez volt az egyik legfontosabb funkció a felszabadult Budapesten. Miután meg kellett szervezni a rendőrséget, teljesen újonnan, biztosítani kellett a közrendet, ami hát egész rossz állapotokban volt természetszerűleg, és ennek az irányítását végezte Sólyom. Most egész rövid ideig mellette dolgoztam titkári minőségben, de miután nagyon hamar hívtak engem pártmunkára, elmentem. Természetesen én nem akartam rendőr lenni, de én már január elején felszabadultam, 45-ben, és az első kapcsolatom Orbán László, aki rábeszélt, hogy a közigazgatás megszervezése az elsőrendű feladat, és hát a legjelentősebb feladat pedig a közigazgatáson belül a rendőrség, és hát ugye ott kellene dolgozni, és hát nem érdemes húzni, ugye az végén el kellett vállalni. Az Újpesti Nemzeti Bizottság nevezett ki a Újpesti Rendőrkapitányság vezetőjévé, és ezt hagyta jóvá a belügyminiszter. A negyedik kerületi kapitányság vezetőjének akartak megtenni engem, kineveztetni Nemzeti Bizottsággal, és Orbán László elmondta, hogy Sólyom László főkapitány, a Kisgazdapárt tagja ugyan, de hozzánk tartozik. Ez azért ment el a Fülem mellett, és ismétlem, hogy az én hibám volt nyilván. Nem voltunk hozzászokva ilyen driblikhez még 45. januárban természetesen, hogy vannak más pártokban, meg ilyesmi. Kisgazdapártban ebből volt konfliktus, mert többen a Tilci Zoltánhoz elmentünk, és azt mondtuk, hogy
Mi nem bánjuk, ha a Sólyom főkapitány, de nem kisgazdapárti. És ezt tisztázni kell, és nem töltheti be valaki a főkapitányi állást úgy, mint független kisgazdapárti, hanem az. Később kiderítettük, hogy hát az ortutai is, meg annak a szűk baráti köret, azok is azt hiszem kriptokommunisták voltak. Szóval Barcs, Oltványi, ezek, igen, ez mind az, ugyanaz a társaság. Abban a szükséghelyzetben, amikor egy rendőrkapitánynak a személyét kellett megválasztani, én azt hiszem, hogy a kisgazdapártnak nagyon kapóra jött valaki, aki már a felszabadulás előtt is tagja volt a pártnak, valaki, aki katona, valaki, aki értelmes ember. Hát minden adottsága megvolt ahhoz, hogy ezt a posztot jól töltse be. Én azt hiszem, hogy az első találkozásunk egy értekezlet volt. Én voltam a belügyminisztérium szociáldemokrata pártitkára, szervezési és jogszabályalkotási kérdésekkel foglalkoztam. Én nem tudtam, hogy ő illegális kommunista volt 42 óta. Azt hittem, hogy a kisgazdapárt képviseletében főkapitány, amit az is alátámasztott, hogy kommunista és szociáldemokrata helyettesei voltak. Tehát a koalíció így állt össze. A budapesti rendőrfőkapitányság és a felszabadult területek kapitánságai működésüket megkezdték. Felszólítom a rendőrség állományába tartozó és Budapest területén tartózkodó személyeket, hogy a hirdetmény kifüggesztését követő 24 órán belül volt szolgálati helyükön jelentkezzenek. A jelentkezés elmulasztóival szemben megtorló intézkedéseket fogok folyamatba tenni. Sólyom főkapitány. Január 23-án az Ötvös utcában volt akkor a főkapitánysága, ott jelentkező régi rendőröket jegyzőbe vették. Én akkor az elnök országhoz kerültem, Kunori Pászán ezredes magához kéretett, és azt mondta, a főkapitánnak segítésre van szüksége, de rád esett a választás, menj be, jelentkezzél. Jelentkeztem, a Sólyom László az íróasztalánál volt, majd fölállt, odajött hozzám, bemutatkozott, helyen kínálta a tárgyalóasztalnál, és kérdezősködött, mondjam el az életem folyását születésemtől napjainkig, és én tájékoztam, mi minden történt velem. Azt mondja, hogy szívesen szolgálom mellette? Mondom, én igen, ha rám esik a választás. Azt mondja, igen. Én február 1-től mi segíti szolgálom Sólyom László mellett. A Mosonyi utcai rendőr laktanyában a főkapitány és a belügyminiszter képviselőinek jelenlétében tartották meg a mártírhalált halt rendőrök emlékünnepét. Az orosz katonai hatóságok képviseletében megjelenő Szverodov altábornagy megkoszorúzta az emléktáblát. Az ágyuk még tartott a harc, amikor fiatal emberként rendőrök lettünk. Végtelen lelkesek voltunk, odaártással szolgáltunk, bátrak is voltunk. Egy nagy problémánk volt, hogy mindenhez értettünk, csak a rendőri munkához nem. Nem tudtuk pontosan a munkát, és akkor közölték velünk, hogy főkapitányt kaptunk Sólyom László személyében. Sokat nem tudtunk róla, csak annyit, hogy katonatiszt volt. Ez a szó, hogy katonatiszt volt, hogy a Horthy hadseregben szolgált, egy kicsit így visszariasztott bennünket. Aztán találkoztunk vele személyesen. Megláttunk egy katonás, határozott, nyílt tekintetű, jó fellépésű embert, akit az összes kételjünket leküzdötte. Úgy beszélt velünk, mint egyenrangú emberekkel. És ettől kezdve elfogadtuk őt parancsnoknak. Az ő személyes tekintélye mögött nem állt nyilvánosan a pártnak a tekintélye. Az a tekintély, amit ő ottan teremtett magának, ez a Sólyom László tekintélye volt, aki, mondom, hát így azt hitték, hogy kisgazda. Rám kedvezőtlenül hatott az, hogy bármikor találkoztunk, megöregedett, de magázni kezdett az előző Pertú után, mert hát a mozgalomban nagyon szokványos volt a... Szóval általános volt a tegeződés. Innen, szerv. Szóval
Aztán a felszállás után ezzel a megütközéssel nagyon gyakran volt alkalmam találkozni, mert hiszen Kádár is magázni kezdett, mikor a belügyminisztériumba került, és először találkoztunk. Eltelt egy pár nap a kerületi kapitánysággal, amikor már dolgoztam, és egyszer csak szólnak, hogy itt a főkapitány úr az emeleten. Ugye akkor én megyek örömmel, hogy itt van most már a főkapitány, kezd ugye rendeződni a dolog, és az emeleten két kollégám között állt egy jóképű férfi, elegáns átmeneti kabátban, puha barna kalap a fején, nagyon megnyerő, azt mondhatom, hogy nagyon megnyugtató megjelenése volt, és ez örömmel mentem felé, és mosolyan nyújtottam a kezemet, hogy jó napot kívánok, Soproni János vagyok. Ilyen kicsit furcsán, alulról fölfelé nézett rám, így hűvesen, szó nélkül fogott kezet, és azt kérdezte, hogy ön nem volt katona? Mondom, nem, nem voltam. Ja, úgy mondta. És aztán hamarosan rájöttem, hogy azt a hibát követtem el, hogy nem jelentkeztem a magasabb rangú előtt, mint a fegyveres testületnél, ugye ez szokásos. 45. október 31-én jöttem vissza a fogságból. Akkor hallottam meg, hogy a rendőr kapitán Budapesten, és akkor elmentem hozzá, akit kérlek szépen babgulyást fogyasztott az íróasztalán. És azért felugrott az íróasztal mögül, elém jött, átvezett egymást, na hát, hogy vagy, most jött egy mondjuk, stb. A legbarátságosabb, mondtak még így baráti hangnembe. Jaj, hát ne haragudj, nem tudnak megkínálni ebédre, mert én csak ezt a csatát kaptam. És hát a lehető legbarátságosabban elbeszélgetünk, és akkor tette azt az ajánlatot, hogy te nagyon jó volna, ha átjönnél hozzánk már a rendőrség állományába. Hát, mondom, Laci, ez a rendőrség, hát mit tudok én a rendőrség? Nem, kiképzési vezetőnek. Hát mégis rendbe kéne szedni ezt a szeretvedett társágot, ugye félnadrággal, meg nem tudom mi, ahogy kinéztek. És hát erre volna. Hát mondom, nézd, ez egy eléggé nehéz kérdés a múltam után, hogy mostan átváltsak egy más szakmára. 45 őszén, amikor már Budapest főkapitánya volt, akkor már én túl voltam az első, mondjuk hát András út 60 beli időtöltésemen, úgyhogy amikor Lacival találkoztam, nagyon kedvesen kérdezte, hogy mit csinálok, hát mondtam, hűvösen voltam több mint egy fél évig, és hát nem valami kellemes reminiszcenciáim vannak, úgyhogy igyekszem melósként elhelyezkedni, és már most is dolgozom, mint melós, mint autószerelő. Hát azt mondja, hogy autószerelő, hát nem volna kedve eljönni hozzánk a rendőrséghez, most végezzük az összeírását és az összegyűjtését a roncs autóinknak, és abból valahogy össze akarunk hozni egy ilyen autógarást, ahol hát mégiscsak hát rendbe tesszük őket. Hát mondom, Lacikám, nagyon kedves, hogy mondtad, de mondom, nem tudom elképzelni, hogy én alkalmas lennék erre, már csak azért sem, mert végeredményben egy ilyen Priusszal nem valami jó rendőrfőkapitánynak a protezsártya lenni. Ugye? Nem rám nézve, mert én már lejjebb nem bukhatom, legfeljebb újból oda kerülök, ahol voltam, de neked nem volna éppen előnyös. Azt mondja, te avval ne törődj, ameddig én itt vagyok, addig senki nem nyúlhat hozzád. Ő pontosan ugyanolyan jó barát volt, mint amikor utoljára beszéltük az érettségi után. Ő látta mind azt, hogy mire vagyunk képesek, de tudta azt is, hogy ezt a szakmát, a rendőrmunkát meg kell tanítani. Sólyom László tanfolyamot létesített a számunkra. Majd később, miután látta, hiszen katona volt,
hogy az alaki kiképzéssel is problémák vannak, akkor éppen a kistarsai volt internálótáborba, ahol nem egy közülünk éveken át szenvedett, csinált egy alapfokú kiképzést is, ahol megtanultuk mindazt, hogy a fellépés egyöntetű, fegyelmezett, tisztelettudó legyen minden egyes állampolgárral szemben. Erdély Ferenc belügyminiszter jelenlétében tartotta meg az új demokratikus rendőrség a Kisokpályán újonc vizsgáját. Ismerkedtünk elsőben azzal, hogy minden ember egyenlő, és minden embernek joga van az élethez, minden ember egyforma a társadalomban. Ezt mi a magunk részéről tudtuk, de sokan nem ismerték eléggé. Na most, hogy ezeknek az óráknak nagyobb nyomatéka legyen, ezekre a tanfolyamokra egy-egy előadásra megnyerte Sólyom László, eljött előadást tartani Rajk László, eljött előadást tartani Kádár János, úgyhogy olyan emberek beszéltek nekünk a múltról, a jelenről, az eljövendő időkről, kötelezettségünkről, amire mi nem is nagyon számíthattunk. Hetenként egyszer volt főkapitány értekezlet. Hát bizony a panaszoknak a tömege hangzott ott el a rendőrkapitányságok vezetőitől a politikai rendészeti csoportokra. Tömeges problémát jelentett a eléggé elszabadult alvilág, felszabadító hadsereg rengeteg problémát okozott. Akkor azt mondták, hogy ezek a laszovisták voltak, de hát kiderült, hogy úgy szólva minden rétegéből zabrálódott ez. Rendőrfőkapitány Sólyom László gyakran jelen volt azokon a havi üléseken, amelyeket a munkatársaimmal tartottam, és amelyek a törvényhatósági bizottságot ellensúlyozó végrehajtó testületnek a tanácskozásai voltak, és ott ő beszámolta a város közbiztonságáról, amire mi kritikát mondtunk, és kértük, hogy ezt tegye, azt tegye, később már csak a helyettesét küldte el. Ebben az időben egyetlen feladat volt a közbiztonság helyreállítása és fenntartása, és biztosítani minden egyes állami szerv, alaír illetékes szerv előtt a létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek felkutatását és őrzését. Éppen ezért megalakította az R csoportokat a feketézők, bűnözők, vetkőztetők, gyilkosok és rablók ellen, a karhatalmi egységekkel pedig nagy raziákat tartottunk, hogy megtaláljuk az elrejtett készleteket, amit kivétel nélkül raktárakba szállítottunk, nem engedtük a fekete piacon értékesíteni, átadtuk a közellátási szerveknek, és a lakosság részére szét lett osztva. Ez volt Sólyom László egyik legfontosabb cselekedetet, hogy a lakosság ellátását biztosítsa, és a lakosság nyugalmát. El is értük, igaz, hogy nehéz verejtékes munkával, több emberünk, több rendőrünk halálával, hogy a közbiztonság megszilárdult, már ki lehetett menni az utcára is, de még mindig voltak vetköztetések. Oda mentek az illető, tüzet kértek, és közben levetköztették. Erre Sólyom Lászlónak volt egy elgondolása, hogy kéne egy olyan praktikus csoportot helyre vagy felállítani, az úgynevezett R csoportot, de oda kellett gépkocsi. Sólyom László gyakran kereste fel Zamerce vezérőrnagyot, Budapest városparancsnokát. Zamerce biztosított 5 vagy 7 vipont, erre fölraktak 3 patrulót egy szovjet tisztvezetésével, 3 rendőrt egy magyar tisztvezetésével, és ezek a gépkocsik lámpa nélkül szépen csöndbe járták a fővárost éjszaka, és ahonnan valahol segélykiáltást hallottak, oda tartottak. Ha orosz követel a
rendzavarást, akkor oroszok intézkedtek, a magyarok, akkor magyarok intézkedtek. A magyarokat a főkapitányságra szállították be, az oroszokat a városparancsnokságra. Szán zárt rendben a soroknak tömege, vonult fel a héten a rendőröknek serege. Ruhát, fizetést, élelmet, megélhetést kértek, le a reakcióval kiáltották a legények. Először is a pénzügyminiszter szólt hozzájuk, szegény kis vásári palit miért is bántjátok. Megígért Palika mindent, pénzt a fizetéshez, az igazságért forduljatok Valentinihez. Ígéretet kaptunk tőle, mint annyi sok mástól, a rendőrök könnyeztek a meghatottságtól. Majd azután Sólyom Lacika így szólott hozzájuk, menjetek bajtársak haza, fizetést várjátok. Rendőr helyén áll, megígért fizetését várva, éhezve, fázva, rongyosan, sírja már kitárva. Várt, de mint hiába, szemét a halál lezárta, meghalt éhen szegény, míg a fizetését várta. 1945. augusztus első napjaiban rendőr tüntetés volt, ahol a budapesti rendőri állomány fölvonult előbb a pénzügyminisztérium, majd pedig a belügyminisztérium elé, és be is mentünk az épületbe. Hát nem az a kimondott fegyelmezett módon viselkedtünk, hogy azt Sólyom László elvárta volna tőlünk. Fölrontottunk az emeletre, az egyik fordulóban ott állt Sólyom László, és így eléggé rosszallag csóválta a fejét. Majd elértünk annyit, hogy körülbelül 10 vagy 12-nket a belügyminiszter Erdély Ferenc is fogadott. Fizetési problémák vetettek föl, megélhetési kérdéseket, élelmezési kérdéseket, és bizony látszott Sólyom Lászlónak a miniszter mögött állt, hogy nem nagyon tetszettek ezek, mert ezek egyéni problémák és nem közösségi kérdések voltak. Tehát nem akarta azt, hogy a rendőrség bármilyen formában is kivételezett legyen. Amikor mi arról beszéltünk a legvégén, hogy kérünk egyenruhával való ellátásunkat, ez a fellépés, ez az egységes karhatalmi alkalmazásoknak nagy hatása lett volna, kérünk megfelelő is a kornakban, abban a korban időszerű fegyverzetet, akkor láttam, hogy az egész tüntetés az ő számára egyszerre pozitívba válott, és úgy kicsi a fejét megbicente, oda kasintott hozzánk. A magyar rendőrség életébe 56-tól eltekintve a legizgalmasabb 2,5 év volt, amit ő ottan végigcsinált a budapesti főkapitányságon, mert meg kellett neki szervezni, mint lovas rendőrséget, azután a Mosony utcai laktanyát. Azután felszerelést szerezni. Hát nem volt felszerelés. A megbénított magyar textilipar is újjáélet. Az iparügyi miniszter rendeletére üzembejezték az első magyar gyapjúmosó és finomposztógyárat, amelyet nyersanyaggal is elláttak, hogy első munkájával biztosítsa a demokratikus államrendőrség legénységének téli egyenruha szükségletét. A frissen gyártott jó minőségi posztót Farkas Mihály belügyi államtitkár is megtekintette. Sólyom László rendőrfőkapitány, Péter és Ratulovszki főkapitány helyettesek társaságában. A kerületi pártszervezetek jelölték ki a kerületi rendőrkapitányt, és javarészt munkások, ilyen mozgalmi életből jött munkás származású emberek. A többi kerületi kapitánnyal én a Sólyomnál ismerkedtem meg. Na most a Sólyom László ugye elkezdett velünk beszélni, és nagyon igyekezett határozottan bennünket orientálni a munkáról, mert ugye azt sejtette, és aztán hamarosan látta, hogy mi tulajdonképpen nem tudunk semmit. A fő probléma az volt, amit már akkor körülbelül így jeleztem a többieknek, hogy hát a Sólyom ugye a Himalája, és mi meg vagyunk a Gellért egy hozzá. Sok kis Gellért egy a Himalája, de a Himalája néha türelmetlen. De mi magunk is türelmetlenek voltunk, és az következő szempontok vannak, amire itt figyelemmel kell lenni. Ugye hát mondjuk a Sólyom részéről. A Sólyom részéről egy nehéz probléma volt, ugye a Kisgazdapárt tagja, de eleget kell tenni egyrészt a koalíciós követelményeknek, és elsősorban persze a kommunista párt igényeinek. Hallatlan nehéz dolog egy fegyveres testületet úgy irányítani, úgy felelni egy fegyveres testületnek az irányításáért, hogy öten szólnak bele abba, hogy mi csinálok. Ezt nem lehet. Szóval itt volt valami igazság abban. Itt most függetlenül a
Sólyom pártállásától. Ez tűrhetetlen volt, hogy valaki csinált valamit, akkor azt megvédjük azért, mert a szociáldemokrata. Csinált valamit, akkor megvédjük azért, mert kommunista. Ezt nem lehetett csinálni. Az ő igazi érdeme, hogy egy kicsit előre szaladjak, az, hogy meg tudta majdnem a semmiből szervezni a budapesti rendőrséget. Ez nagy dolog volt, és méghozzá ilyen veszegedések között, mert mi sokat veszegettünk, mert nem értettük. Talán ő is túl koncentráltan adta elő, vagy többet feltételezett rólunk, hogy valamit konyítunk a munkával. Mikor már ezek a jelenségek egy kicsit úgy elszaporodtak, akkor az Orbán közölte ezekkel a főkapitányságon lévő kommunista rendőrtisztekkel azt, hogy hát álljon meg a menet, hát itten értetek vitatkozik, és nem ellenetek. Volt egy olyan eset, amikor a kerületi kapitányi értekezlet szünetében sokan felvetették, hogy ezzel lehetetlen, amit a Sólyom csinál, ezt nem lehet elfogadni, konkrét ügyre nem emlékszem, ezt nem lehet elfogadni, és vonuljunk ki az ülésről. És akkor megbuktatjuk, és elérjük az igazunkat. És bevallom, hogy én is hajlottam erre, és gondolkoztam, hogy ha kivonulunk, az egy eszköz arra, hogy az akaratunkat rákényszerítsük. Aztán csak magunkhoz tértünk, és tovább folytattuk a beszélgetést. Ilyen viták, tehát gyakran voltak, minden héten szinte. De egy nap múlva, vagy egy hét múlva én rájöttem, hogy neki volt igaza. És akkor én ezt a kollégáimnak rendszerint elmondtam. Sólyom érvényesíteni akarta azt, ami magával szemben érvényesített, mindig nagyon forsriftosan volt felöltözve, sapka fején, mindig szabályszerűen, elvágólagosan, az orvonalában a simlőnek az eleje. Ilyen külsőségeket is megkövetelt, és voltak, akikkel ilyen természetű problémái voltak. Biztos, hogy velem kapcsolatban valamire halványan emlékszem is, és volt megjegyzése, tehát ez engem egyáltalán nem bántott. Beosztottaival a kapcsolata nagyon jó volt. Ha a szakmai kérdésre került a sor, ami az esetleg, mint volt katona, nem értett, mert rendőri kérdés volt, akkor rögtön felhívta a szakreferenst, megkonzultálta vele a kérdést, és csak úgy adott választ. Nyugodt volt, nem hallottam én sohasem őt kiabálni, magas hangot használni, több mint másfél évig szolgáltam mellette, hát csak kiugrott volna, hogyha ilyen alaptermészetem, nagyon robbanékony, de soha. Egyrészt voltak a régi rendőrök, akik tudták, hogy mi a fegyelem, és hát ehhez tartották magukat. Másképp voltak az új rendőrök, akik nem tudták. Na most a tisztikar az egyaránt elfogadta őt. A régi tisztek azért fogadták el, mert rendet tartott, és elismerték az intelligenciáját és a képesség, a vezetői képességét. Két fegyveres testület közül az egyik gyakorlatilag nem létezik, ugye? A hadsereg nem nagyon létezett, egy pár ezer emberből állt, a karhatalom az a rendőrség volt. Ugye az első évben megszervezték azt, hogy körülbelül 30 ezer főnyi rendőrség legyen. Ennek a megszervezésében a Sólyom tapasztalataira nagymértékben hagyatkoztak. Erdélyi Ferenc volt a miniszter, és a rendőri munka szervezése egy Szebenyi Endre miniszteri osztályfőnök, később államtitkár, aki egyenesen zseniálisan szervezte meg a rendőrséget, és ebben ugye a Sólyomtól tanácsokat kértek. Egyik feladatom volt egy időben az, hogy a párizsi békeszerződés szövegezéséhez a fegyveres állománynak a létszámát valahogyan beépítsük. És akkor én, akkor nekünk korlátozottan kellett a honvédség létszámát megállapítani, és nem tudtam, hogy mit csináljak, mert nem fért bele se a légierő, se a folyami erő, se a határvédelem. És akkor én elmentem Sólyomhoz, és mondtam neki, hát te mégis te katona voltál. Hát mondd, mit lehetne itt
tenni. És erre meg rendész, a rendőri vonalba vinni ezeket az alakulatokat. Így lett azután a belügyminisztériumban egy folyam légirendészeti osztály és egy határrendészeti osztály. Szóval ez egy ilyen katonai jó tanács volt, amit én kaptam őtőle, és hát ezt aztán be is építettük a békeszerződésbe. Az új magyar demokratikus rendőrség a hősökten tartotta meg a felszabadulás emlékünnepét. Nagy Imre belügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a demokrácia új biztonsági szerve készen áll a reakció elleni fokozott harcra. Sólyom főkapitány válaszbeszédében utalt arra, hogy a nép fiaiból toborozott új magyar rendőrséget többé semmiféle hatalom sem fordíthatja szembe a néptel. Hát a belügyminiszter ebben az időben, amikor budapesti főkapitány, 1945. novemberig Erdei Ferenc, és aztán a választások után Nagy Imre. Nagy Imre csak 4 hónapig volt miniszter, még mindig Sólyom volt a főkapitány, és 46. márciustól lett Rajka a belügyminiszter, akiről annyit tudunk, hogy nagyon jobban volt, hát ugye nem tudom, nem személyileg, hanem szakmailag Sólyom Lászlót mindig megkérdezték, ugye hát a Szebenyi sem volt, se katona, se semmi, ugye hát az erdei pláne nem értett, a Nagy Imre se érte, a Rajk se volt, tehát a Rajk volt katona ugyan Spanyolországban, de nekünk nagyon sokat kellett támaszkodni a Sólyom szaktudására. A legnehezebb feladat abban az időben az volt, amikor megkezdődtek a háborús bűnösöknek a tárgyalásai. Ezt az egész ország feszült állapotban várta, hiszen olyan embereket állítottak bíróság elé, mint Szálaski Ferencet, Endre Lászlót, Bárdasi Lászlót, tehát mind azokat, akik az ország lerombolásában, a nép megkínzásában, a nép meggyilkolásában szerepet vállaltak. Felkészült karhatalmi egység végezte ezt a munkát, és ennek dacára is akadt jó néhány atrocitás. Végig egyet lógott kötött a lelkünkre Sólyom László. Ezeket az embereket is mind addig, ameddig a törvényes magyar népbíróság ítéletet nem mond felettük, úgy kell kezelni, hogy a bűneikért nem személy szerint bármelyik rendőr, de még a tömeg sem állhat bosszút, a törvényesség védi testi épségüket. Baki László és Endre László a nyilas uralom legelvetemültebb privékjei leltek a nemzettel szemben elkövetett vétkeikért. Uralkodásuk idején példátlan szadizmussal ölették meg, vagy deportáltatták a magyarság ezreit. Együtt voltunk a Markó utcai bíróság folyosójának egyik ablakmélyedésében, amikor Szálasit, Berekfit és Imrédit végezték ki. Furcsa érzés vett az emberen erőt. Sólyom László mondta is nekem, milyen borzalmas lehet akasztófa alá állni. Magyar Államrendőrség budapesti főkapitányságának politikai rendészeti osztálya. Kedves Farkas elvtárs! Először történt meg, mióta a Vörös Hadsereg felszabadította Budapestet, hogy a rendőrlegénységet fizikailag szembeállították a politikai rendőrség tagjaival. Sólyom úgy intézkedett a mai kivégzéseknél, hogy a politikai rendőrség tagjait a kordonon ne engedjék keresztül. Ez oda vezetett, hogy a rendőrlegénység a legdrasztikusabban lépett fel a politikai rendőrség tagjaival szemben, a közönség legnagyobb csodálkozására és megdöbbenésére. Osztályomon egymás után jönnek a kint lévő nyomozók panaszra, és nagyon elkeseredettek Sólyom intézkedései miatt. Nagyon szeretném, ha Sólyomot figyelmeztetnék, hogy a jövőben ilyesmi ne történjék meg, mert nagyon provokációs jellege van az egésznek. Budapest, 1946. március 19-én Péter. A politika rendészeti szerv Andrásuk 60, Péter Gáborék. Maguk alá gyűrték a gazdaságpolitikai rendészet, a Vilányékat. Maguk alá gyűlték a vidéki főkapitányság politikai rendészeti osztályát, a tömpéket magukból vasztották. A maguk alá vonták még később a határőrséget, amikor abban a honvédséghez tartozott. Maguk alá vonták a büntetés végrehajtást, az is az államvédelmi alá tartozott. És tetszik vagy nem tetszik, alájuk tartozott később, jóval később már az egész rendőrség, mert hiszen a politikai rendészeti osztálynak az emberei
beépítettem belé. Mindenütt ott voltak, és mindenben befolyásuk volt, vagy legalábbis mint besukók szerepeltek. A Péter Gábortól közvetlenül származó információ, hogy állítólag egy szovjet katona, most részek vagy nem részek, agyonlő 45-ben egy rendőrt, és a Sólyom László ragaszkodik egy nyilvános dísztemetéshez, amit Péter Gábor szovjet ellenes, akciónak minősít. Tovább megyek. Farkas Mihály irataiból kiderül, hogy Farkas Mihály kéri kihallgatni tanúként Orbán Lászlót, annak bizonyítékaként, hogy a Péter Gábor már 45-ben áskálódott Sólyom László ellen. Én Péter Gábortól nem tudom, hogy mikor, mondjuk biztos, hogy 48 után, mert akkor kezdtem vele közelebbi, és utána baráti viszonyba kerülni egy hosszú időre. Szóval ő Páfival csak rivalizált, amíg a Katpolon volt. Sólyom Lászlót nyugodtan mondom azt, hogy utálta. Majdnem azt mondom, hogy gyűlölte. Két dolgot mondott nekem, az egyik az Pálfira is vonatkozott, de Pálfira valahogy ez nem Pálfi volt előtérve. Állítólag Pálfi és Sólyom a illegális vezetés melletti katonai bizottság tagjai kaptak egy nagy összegű pénzt arra 44-ben, hogy fegyvereket szerezzenek be, és a Péter Gábor felháborodva mondta nekem, hogy képzeld el, egy egyedülálló eset Kelet-Európában és Közép-Európában, hogy visszaadják a pénzt, hogy nem tudnak fegyvereket szerezni. Tehát, hogy ezt olyan főben járó bűnnek tartotta, hogy ezért bukott el a magyar fegyveres ellenállás többek között, nem csak ezért is, és hogy ezért mi lettünk Hitler utolsó csatlósai. Sólyom László működése a budapesti főkapitányságon minden kétséget kizáróan nem egyszerűen sikeres, hanem rendkívül sikeres volt. Amiket én itt elmondtam, az ő munkájára, ő hozzáértésére, határozottságára, szakismeretére, rendkívül sok munkájára, reggeltől estig, ötleteire, a női rendőrség megszervezésétől egész a kiképzésig és a többihez, rendkívül sikeresnek minősíthetünk, úgyhogy ő neki a legnagyobb elismerés jutott osztályrészül. Kis gazdapártnak meglettek volna a maga szempontjai, amivel a rendőrség munkáját támogatja, vagy a rendőrség munkáját figyeli és ellenőrzi, és Sólyom nem ezek szerint a szempontok szerint, hanem a kommunista párt iránymutatása szerint vezette a budapesti rendőrséget, és hát nyilvánvaló, hogy ez nem tetszett a kisgazdapárt vezetőségének, és sor került egy olyan beszélgetésre Tildi és Sólyom László között, hogy tisztázzák az ő helyét a kisgazdapártban, mert a legkomolyabban felmerült az, hogy leváltják. A Tildi Zoltán, aki valamiért nem akarta ezt a cserét megcsinálni, végül is határozottan intézkedett, és Sólyom Lászlót leváltották, de akkor ő már neki megvolt az az egyessége a kommunista párton belül, hogy akkor visszamegy a hadsereghez, és ott kap valami magas állást.